Ismét a Líceum Televízió stúdiójából köszöntöm kedves nézőinket. Stúdió vendégünket is köszöntöm, Hávarga Gyula tanár urat, tanszékvezető főiskolai tanár kollégánkat. A beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy egy országos konferencia zajlott a napokban főiskolánkon. Miről árulkodnak ma a jelek? Társadalom és a jelek témakör volt, szemiotika természetesen. Talán ebből induljunk ki, hogy egyszerűen hogyan került a főiskolánkra ez a konferencia, és hát végülis miről árulkodnak a jelek ma? Azt szoktam mondani, hogy életünk kommunikációs események láncolata. Minden napjaink, minden óráink, sőt minden perceink valamilyen kommunikációs közegben történnek. A kommunikáció alapja a jelműködés, jelek és jelentések cseréje. Tehát jelek nélkül nincs kommunikáció, kommunikáció nélkül nincs emberi közösség, sőt azt mondhatom, emberi élet sem. Hát erre valók a jelek. A hétköznapi ember, ha meghallja, hogy szemiotika, egy kicsit elretten azt hiszi, valami elvont tudományról van szó, de mint ezt a bevezetőben hallhattuk, ez egy nagyon is hétköznapi, mindennapi nyelv. Na de hát egy országos konferenciáról beszélünk, tanár úr. Így van. Immár harmadik alkalommal kerül sor itt Tegerben erre konferenciára. Két évvel ezelőtt a Magyar Szemiotikai Társaság Egerbe, és hát egyúttal félig a főiskolára is hozta, akkor a főiskola a konferenciának jószerével helyt biztosított. Ez elég jól sikerült, rá egy évre már a főiskola kommunikáció tanszékét megkeresve közösen rendeztük ezt a konferenciát. A konferencia sikerén felbuzdulva a Magyar Szemiotikai Társaság írásos együttműködési megállapodást ajánlott a főiskolának, kommunikáció tanszéknek. Ez a megállapodás létre is jött, ez tudományos műhely kialakítására, működtetésére, konferenciák rendezésére, publikálásra, ilyesmire érvényes ez a megállapodás. És lényegében ennek az írásos megállapodásnak a keretében zajlott ez a konferencia. És hát ahogy ez lenni szokott az ilyen együttműködések történetében, egymást építik, egyre jobban fejlődik, és hát a mostani EGRI konferencia is egy rendkívül összetett konferencia volt. Több területet érintett, és többféle módon érintett több területet. Ez pontosan így van. A szemiotikusok a jeleket kutatják, mint hogy életünk jelek cseréjén alapszik, minden tudomány jeleket használ, így beszélhetünk a tudományok jeleiről, jelrendszereiről. Tehát minden tudomány képviselője ott lehetett volna akár. Beszélünk zeneszemiotikáról, művészetszemiotikáról, filmszemiotikáról. Tulajdonképpen bármilyen tudomány keresheti és vizsgálhatja, ha van rá kapacitása, a maga jelállományát. Közben már átértem a tudományokról a művészetekre is. Minden művészet jelek összealkotásából üzeneteket hoz létre és közvetít, mi pedig befogadók ezeket a jeleket próbáljuk, mint üzeneteket értelmezni. Így tehát akár minden művészet is képviseltetheti magát egy szemiotikai konferencián. De a mindennapi életünk is tele vannak jelekkel. Jelértéke van annak, hogy hogyan öltözünk, hogyan beszélünk, hogyan megyünk az utcán, hogyan viselkedünk, az udvariassági szokásaink, a készfogásaink és így tovább. Tehát a mindennapok is tele vannak jelhasználattal. Nem csak a tudományterületek szerint volt rendkívül összetett ez a konferencia, hanem ha a korosztályokat nézzük, akkor is. Hiszen itt voltak az ifjú szemiotikusok is. Mint minden tudomány, így a szemiotika is létrehozta maga tudományos társaságát. És rendezte ezeket a konferenciákat. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az ötlet, aztán valósággá vált, hogy a fiataloknak, az egyetemistáknak, főiskolásoknak, PhD-zőknek, ifjú kutatóknak egy külön olyan konferencia részt kellene szervezni, ahol ők egymás között, persze a nagy öregek mellett és a kutatók mellett bemutathatják eredményeiket. Ezt elnevezték ifjú szemiotikusok konferenciájának, erre már másodszor került sor, sőt ennek a titulusa az lett, mint a Egerhez kötődik, hogy Semiotica Agriensis. Itt tehát két konferencia zajlott, egymásba ágyazva. Most kivételesen nem úgy, ahogy tavaly, most kivételesen valóban egymásba ágyazódott, mert az első nap második felében, harmadában az ifjúság kapott szót. Emeljünk ki egy-két témát a konferencia témaköréből. Mi minden volt az, amire reflektorfény került most? Mi az, ami önnek is új volt esetleg, és azt mondja, hogy ezért érdemes volt ezt az EGRI konferenciát megrendezni.
A konferencia úgy szerveződött, hogy fölhívást küldtek a szervezők, és jelentkeztek rá. Így tehát rendkívül heterogén volt a témaválasztás, az előadók témaválasztása, aztán ezt kellett ugye, ahogyan ez szokásos, összeszervezni tematikus blokkokkal. Itt tehát voltak plenáris előadások, és voltak szekció előadások. Érdekesen is rendhagyó módon indult a konferencia. Valamikor a Magyar Szemiotikai Társaság egy nagyon komoly nemzetközi hírű társaság volt, és nemzetközi kapcsolataik voltak. Sajnos egy generáció kiöregedett. A nagy öregek közül hármat sikerült most Balázs Gézának, az ELTE Magyar Nyelvezeti Tanszékének vezetőjének, professzorának leültetnie, és ilyen kerekasztal beszélgetés szerűen a három nagy öreg, a magyar szemiotika három kiemelkedő alakja, nemzetközi hírű és tekintélyű alakja, Szépe György professzor, Petőfies János professzor és Folyt Vilmos professzor tartottak, pontosabban beszélgettek, Balázs Géza kérdéseire válaszoltak, a magyar szemiotika történetéről, a szemiotikai társaságról, de leginkább arról, amiről itt is szó esett, hogy mi a szemiotika kutatás célja ma, mi a jelműködés körülménye megváltozott korunkban, életünkben. Az érdekesség az, hogy itt a nyelvészet oldaláról jöttek, a néprajz oldaláról hagyományosan néprajzosok. A legnagyobb öröm számunkra az, hogy a fiatalok, egyre nagyobb számban. És most már a fiatalokat sem kellett megszólítani, jelentkeztek maguktól. Tehát tulajdonképpen a szervezők a bőség zavarában voltak. Két izgalmas kérdésre mindenképpen térjünk még ki, hogyha lehet tanárul. Az egyik az Eszterházy Károly Főiskola jelképeiről szólt az egyik esti program. Mi került itt terítékre, mit mutattak be, hogyan fogadták azt a vendégek? Egy kis kanyarral hadd válaszoljak a kérdésre. A kommunikáció tanszék, a főiskola kommunikáció tanszéke jó két és fél évvel ezelőtt differenciálódott, két tanszék kialakult, médiatudományi és kommunikáció tanszékké. A differenciálódás jótékony hatással volt, mint azt látjuk már most, az oktatás tartalmára és a kutatásra. Mindkét tanszék konferenciákat rendez és műhelyeket hoz létre. A kommunikáció tanszék lényegében három területen rendezett már konferenciákat és alakult két kiműhelyt. Az egyik a sajtónyelv, média nyelv témaköre, ebben is volt kiadványunk, kötetünk, konferenciánk. A másik véletlenül adódott a szemiotika, a harmadik pedig a retorika, sőt úgy néz ki, hogy az országos retorikai műhely is Egerben fog megalakulni. Nos, visszatérve tehát a tanszékre, örömmel jelenthetem, hogy a tanszék négy vagy öt előadója, hirtelen most nem is tudom, részt vett a konferencián és sikeres előadást adott. Én magam egy megint csak nem szokványos előadást tartottam, nem szokványos körbe, egy vacsora utáni fehér asztal melletti tudományos diskurzuson vettem részt, de úgy is mondhatom, hogy vezettem. Ez is immár hagyománynak tekinthető a konferenciákon. A lényeg, hogy az Eszterházy Károly főiskola jelképeiről szóltam. Kezdtem azzal, hogy mindenkinek a kezébe adtuk a főiskola kiadványát, ezt bizonyára mindenki ismeri. És azt kértem a jelenlevőktől, hogy nézzék meg alaposan ezt a kiadványt. Mit üzen ez a kiadvány? Ez a kiadvány is egy kommunikációs üzenet. Ha megnézzük a színvilágát, formavilágát, az, hogy mit ábrázol, akkor abból kiolvashatunk különféle üzeneteket, a főiskola fő üzeneteit. Tehát, hogy a címlap türkiszes alapján, ami végső soron egy viszonylag hideg kép, veretes aranykeretben megjelenik a központi épület központi traktusa, mint egy több száz éves építmény, nem a B-épület modern vonalai, nem az egészen modern D-épület, Lányka úton épült, tényleg nagyon impozáns és modern épületünk jelenik meg, hanem ez az igen régi, patinás, egyetemi oktatás céljaira épült építmény. Ennek tehát üzenetértéke van. Azt üzeni a látogatók számára, azok számára, akik kézbe veszik, hogy a főiskola stabil alapokra építkezik, a múltra építkezik. Több száz éves hagyománya van, sőt itt látjuk a logóban az 1774-es évszámot, hogy oda kötődik vissza,
És ez az épülettraktus, aztán ezt levezettem történetileg is, megjelenik a logóban, bár a logónk eredetileg nem ezt tartalmazta, aztán később ide szűkült le, jó értelemben véve, szűkült le az építmény. A rajz, ez persze már egy semantikusabb ábrája. Tehát egyrészt ezzel, és ez jelenik meg különböző egyéb kiadványokon, akár a kitűzőkön, ez jelenik meg a lobogónkon, tehát lehet beszélni a főiskola zászlójáról, zászlóiról, lehet beszélni, hogyha kinyitjuk a hátsó borító felől, kinyitjuk, megjelennek az intézmény vezetői, díszes, régies ruhában, mit üzen ez a ruházat, mit üzen az a lánc, mit üzen az a medál, amit ők viselnek, mit tartalmaznak, mi van ezeken a medálokon, mindennek tehát üzenetértéke van. És végül bemutattuk a főiskola himnuszát, mert hogy ez is a főiskola jelképei közé tartozik. Szóval nagyon impozáns volt, amikor a főiskola PR-ese, Csáfor Hajnalka egy CD-ről bemutatta a főiskola összes jelképét. Amit egyébként a nézőink is ismerhetnek, hiszen minden adás végén elhangzik a főiskola himnusza adásaink végén. Tanár úr, összegzésként mit mondaná, mi az üzenet ennek a konferenciának, mi a tapasztalata, mit szűrnek le belőle, mi marad meg belőle, mit visznek tovább? Én úgy látom, hogy a szemiotika bizonyos hullámvölgyből kikerülve újra teret hódít. Mondhatom, hogy a kommunikáció is hozzájárult ahhoz, hogy kommunikáció kutatás, hogy háttérbe szorult egy kicsit a szemiotikai elemzés. Mutatja ezt a résztvevők jelentős száma, mutatja az, hogy igen tekintélyes résztvevők, Büki László a Szegedi Egyetemről, Szőlősi Sebestyén András és mások, tehát igen neves előadók megtiszteltek bennünket. Rendkívül nagy öröm, hogy az ifjúság megjelenik. Tehát úgy látom, hogy a szemiotika kutatás szélesedni, terebélyesedni fog. Továbbá biztos vagyok benne, hisz már megegyezés született róla, hogy ennek a konferenciának a kötete is meg fog jelenni. Hadd tegyem hozzá, az előző konferencia kötetét a főiskola kiadója a főiskola anyagi támogatásával jelentette meg. És biztos vagyok benne, hogy folytatódni fog a szemiotikai konferenciák sorozata. Nagyon remélem, hogy Egerben. Így legyen, mi is várjuk a további konferenciákat és az újabb tudományos híreket. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és közreadhattuk ezeket az információkat, híreket. Hölgyeim és uraim, ez volt az Arról van szó, a Líceum Televízió heti aktuális műsora. A műsorban közreműködő kollégák nevében is türelmüket, figyelmüket megköszönöm, tartsanak továbbra is velünk, nézzük együtt is a Líceum Televízió műsorát, a viszontlátásra.